szempont volt számunkra az, hogy egy olyan 21. századi élhető települést építsünk Balástján, ahol a fiatalok munkáját találnak, lakhatási lehetőségük van, ahol egy szép környezetben, egy szép közterületekkel, minőségi, intézményi működtetéssel egy olyan közösségben éljenek, ahol van kulturális élet, ahol van szórakozási, kikapcsolódási lehetőség. Az elmúlt évek sok-sok Európai Uniós pályázatának köszönhetően folyamatosan fejlesztettük parkjainkat, járdáinkat, utcáinkat, továbbiakban közintézményeinket is felújítottuk, többek között iskolát, óvodát bővítettünk, és egy teljesen új bölcsődét építettünk. Balástya településen fontos turisztikai lehetőségeket találhatunk, gondolok a lovas turisztikára, gondolok a vadászati lehetőségekre és a horgász turisztikára. Szeretném megemlíteni az összeszéki tó által biztosított horgászati lehetőségeket. Infrastruktúrális beruházásokat is végeztünk, ilyen például a csapadékcsatorna építés, utak, külterületi utak építése, és az elmúlt évtizedek legnagyobb beruházásán vagyunk túl, a szennyvízcsatorna beruházáson. Balástya község gazdasági helyzetét illetően döntő az agrárium. Településünkön mintegy 900 mezőgazdasági vállalkozás található, ezek elsősorban a hajtatott zöldségtermesztéssel foglalkoznak, tehát lakosaink ezer szállal kötődnek a földhöz, a mezőgazdálkodáshoz. Jelenleg egy szántóversenyen vagyunk, ide eljönnek a gazdák, versenyeznek, találkoznak és hasznosan eltöltik ezen a közösségi rendezvényeken a napot. Az M5-ös autópálya építés kapcsán Balástya település, illetve a környékbeli falvak egy olyan lehetőséghez jutottak, annak az óriási politikai összefogásnak köszönhetően, aminek kapcsán végül is sikerült első körben megépítetni a balástyai lehajtót, a balástyai csomópontot, ezáltal a településünk és a környékbeli település közelebb került Európához, illetve Európa is közelebb került Balástyához és a környékbeli településekhez. A fő vezérlő elv képviselőtestület és számomra az volt, hogy szeretnénk egy olyan Balástyát építeni, kialakítani, ami azt bizonyítja, hogy településünkön jó lakni, jó élni, jó vállalkozni.
Készült Balázsa községi önkormányzat megbízásából a Széchenyi 20-20 támogatásával 2014-ben.